békén! Többen támadnak egyre állatok! Hagyja békén! Ne merje őt bántani! Sajnálom, Adrian, de neked sem mondhatok semmit. De én nem csak kíváncsiskodom, hanem mert úgy érzem, valami szörnyűség történt Maricchuja, hogy így el kellett rohannia. Én csak segíteni akarok, atyám. Maria de Jesus, azért ment el, mert itt akart hagyni mindent, és majd ő talán megmagyarázza egy napon, amikor ő úgy látja, hogy itt az ideje. Könyörgött, hogy ne áruljam el a titkát, és én nem is fogom, és nem teszek kivételt, Adrian. Ön tudja, mennyire szeretem őt, atyám. Amire Maria de Jesusnak most szüksége van, az a béke. Ne legyen gyáva, mire készült, he? Látja, hogy kisebb és gyengébb magánál. Hát persze, és mit akar? Meg akarja ölni? Ezért hívják Leopárdónak, nem? Miért nem hívsz fel soha, Vicente? Miért van, hogy mindig én hívlak fel? Hát én akartalak hívni, de gondoltam alszol, és nem akartalak zavarni, mikor épp lefeküdni készülsz. Még ha aludnék is, szívesebben hallom a hangodat, mint bármi mást. Nem is tudok másra gondolni. És megint megoperálnak? Igen, szerelmem. Juan Miguel elmagyarázta, hogy nem olyan sok kell hozzá, hogy felépüljek. Remélem, hamar meggyógyulsz. Igen, én is. Az orvos minden nap azt mondja, hogy jobban vagyok. És már egy másik orvosom van, egy sokkal fiatalabb. De miért? Miért kellett egy másik? Hát, nem tudom. Gondolom, közbe jött neki valami, és már nem tud velem foglalkozni. Jaj, Vicente, ha találkozhatnánk előtte, sokkal nyugodtabban feküdnék be a műtőbe. De tudod, hogy ez pillanatnyilag lehetetlen. Ide vagyok kötve ehhez a tolószékhez, és nem akarok senkinek a terhére lenni, mert engem ide-oda kell hordozni. De... megígérem, hogy holnap én telefonálok neked. Megértem. Hát akkor holnap beszélünk, szerelmem. Gondolj rám. Nagyon fáj. Nem nagyon. De köszönöm, hogy segítettél. Figyelj, gyorsan húzd el innen a csíkot. Nem akarom, hogy megint ütlegelni kezdjenek. Na menj már, ne áldogálj itt. Jézus. Mika asszony! Mondd! Mika asszony, azt hiszem, most mindennek vége. Mi? Miért mondod ezt? Mert szembeszálltam Leopárdóval. Úgyhogy most már biztos, hogy szedhetjük a sátorfánkat, mert ki fog tenni így egy pillanat alatt az utcára. Az a vadember iszonyú erősen ütlegelt egy szegény fiút egy ostorral ott hátul. Úgy ütötte, mintha rögtön halálra akarná verni. De kit ütlegelt? Ki volt a másik? Én nem tudom, én azt honnan tudjam. De csak valami fiatal fiú volt, aki nagyon-nagyon rémült arcot vágott. De akkor sem szabad senkit megverni. Hát ennyi. Jaj, ne, kicsikém! Jó, de akkor nem tudtam megállni. Gyorsan odarohantam, és amikor ott voltam, megakadályoztam, hogy megüsse. És ráüvöltöttem Leopárdóra. Jaj, de... Én egyszerűen nem tudom elnézni ezt a szörnyűséget. Jaj. Mikaela! Ha? Beszélnem kell veled! Egy pillanat, ott vagyok, fiam! Jaj, Istenem! Jaj, te butalány, minek kellett beleütni az orrodat? Most aztán nagy bajban vagyunk! A fenébe! Mi történt? Most nagyon eltoltam, Kán, de ki fognak rúgni minket, és az egész az én hibám! Mondd csak, drága Omar, mi a baj? Az, hogy ez a te kis védenced, és az a másik azonnal tűnjenek el a házamból! Köszönöm. Eduardo, szinte ódákat zengett nekünk itt magáról, Beatrice. Nagyon segítőkész, és a legnagyszerűbb ember. Igen. Na jó, azért csak leülünk egy kicsit, nem? Persze, üljünk le. Arra gondoltam, hogy elkezdhetnél dolgozni az egyik titkárom asszisztenseként. Ő nem sokára nyugdíjba megy, mert már idősebb, de az csodás lenne, ha még be tudna tanítani téged. De ugye ön tudja, hogy gyermeket várok. Igen, tudom, de ez nem baj nekünk. Amikor megszületik, a törvény szerint szabadságra megy, és el is intéztük Beatrice. Te és Elsa már nagyon sok éve barátnők vagytok, nem? Igen, már hosszú ideje, asszonyom. Hát jó, Beatrice, ami az állást illeti, az már a tiéd.
Mikor tudnál kezdeni? Amikor ön szeretné, uram. De hová tudnának menni, Omar? Engem nem érdekel! De akkor még előbb szólnom kell a bátyámnak, hogy el tudjon jönni. Mondd meg az egyik munkásnak, hogy vigye ki őket a megállóba. De az utcára tennél két nő. Semmi bajuk nem lesz. Nem tudom, ki ez a kislány, de elég nagy a szája. És valamiért olyan markabátor, hogy szétválaszt két férfit, akik éppen élet-halál harcot vívnak. És lemer kiabálni engem. És védelmébe vesz egy olyat, mint Piránnyá. Az történt, hogy nagyon megijedt, azért avatkozott bele, hogy ne történjen tragédia. Nem is tudja persze, hogy ki valójában Piránnyá. No meg szegényen nincs hozzászokva az ilyesféle durvaságokhoz. Mondtam, hogy addig maradhatom, eddig nem zavar engem. És ha nem engedelmeskedik, akkor ennyi. Jaj, légy szíves, Omar. Ne legyél már ilyen könyörtelen. Figyelj, a vendégszeretet ebben a házban mindig is szent dolog volt. Mikor küldte el édesanyád azokat, akiknek nem volt fedél a fejük fölött? Mindig ide jöhettek a házba, és a gyerekeknek folytatnia kell a hagyományokat. Érted ezt, Omar Contreras? Majd én beszélek a kislánnyal, hogy soha többet ne történhessen ilyesmi, de kérlek, adj neki még egy esélyt. Csak most az egyszer. Először is utoljára, Mikaela. Mert legközelebb a lába sem éri a földet. Nacho, készítsd a lovamat! Igen, uram! Gyertek, nyomás! Gyerünk! Na, gyorsabban! Mi a helyzet, Mika asszony? Akkor már szedhetjük is a holminkat, és elhúzhatunk, mint a vadlibák, vagy mi? A lovamat, Nacho! Gyorsabban, gyorsabban! Uram? Most még maradhattok. De nem volt könnyű meggyőzni. Gyerünk, gyé! Ezentúl, kislányom, bármit is látsz, kérlek, ne szólj bele! Na! Mi ütött bele, így össze fogja törni magát. Rá! Ez bármelyik nap megtörténhet. Istenem! Jaj, Kande! Parancsoljon, uram! Mit tudsz már így súlyról, Juan Miguel? Azt mondta nekem Cecilia Velarde, hogy az egyetlen, aki tudja, hogy hol van, az Anselmo atya. De belőle nem lehet kihúzni. Más részről viszont... Most Viviana fontos. És hogy van Viviana? Ugyanúgy, Eduardo. És ez az ügy annyira különös, hogy attól félek, hogy nem tudom meggyógyítani.